A szakemberek szerint a valós világnál ma már veszélyesebb lehet a szájbervilág. Egyrészt, mert a különböző applikációkon keresztül a fiatalok túl sok információt osztanak meg magukról és környezetükről, másrészt pedig a közösségi oldalak túlzott használata ugyanazokat a dopamin központokat ingerli, mint az alkohol vagy a kábítószer. Így az internet is komoly függőségeket tud okozni. Én azt hiszem, hogy leginkább az Z és az alfa generáció, ugye ezek a 90-es évek után, 2000-es években született gyerekek azok, akikre a legnagyobb veszély, akiket a legnagyobb veszély fenyeget. Ők ugye a digitális benszülöttek, akik úgy, amikor megszülettek, ezek a internet és a digitális eszközök már léteztek, és a probléma igazán abból adódik, hogy az ő szüleik meg amikor születtek, akkor még nem léteztek. És ezek az átadható ismeretek, tehát amit ilyen, hogy mondjam, családi szocializáció során szoktuk megtanulni a gyerekek a szüleiktől, ez itt most nem működik, mert hogy a gyerek többet tud az internetről, és többet tud azokról az alkalmazásokról, amit az interneten talál, mint a szüleik. Ezért a Korlátok mögött című előadás elsősorban a szülők lehetőségeit mutatta meg. Sokáig úgy vélték a szakemberek, hogy a gyerekeket kell oktatni, azonban rájöttek, a fiatalok internet használata közben jelentkező problémák családon belül lennének kezelhetőek. Hiszen sokszor a szülő adja a gyerekek kezébe a telefont vagy a tabletet. Az ebből következő internet használat pedig rengeteg időt vesz el a gyerekek életéből. Az átlag internet használat ma Magyarországon 3,6 óra naponta, ugye ez már egy hatalmas szám. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2 hónapig, mintha csak a gép előtt ülnénk, ha úgy belegondol az ember a saját életvitelébe, és ennél sokkal veszélyeztetettebbek a 6-tól 19 éves korosztály. Már ezt kell mondani, mert ugye alapvetően 12-19-eseket vizsgáltuk, de hát az is kiderült, hogy ez sokkal fiatalabb korosztályba kezdődik, ott pedig 5,8 óra naponta. Ezt okos tévé, tablet, telefon vagy asztali gép előtt is eltöltik a gyerekek. A szakemberek szerint az ideális idő 2 óra lenne, ehhez azonban sokkal több offline programra lenne szüksége a fiataloknak.